Ezt próbáltam elmagyarázni ott, nem is tudom, valakinek, hogy a másik videóban, amit erre reagálásként csináltam. A probléma az, hogy amit megmondott a megváltó. Ő a világosság, mert ő az, aki megmutatja az utat. Az út pedig az instrukciók, a tará, a mindenható parancsolatai. Ha te abban jársz, ha te azt mondod, hogy nekem teljesen mindegy, hogy mit mond a világ arról, hogy hány éves a Föld, vagy milyen a golyó, vagy honnan jött, milyen Big Bang, vagy mit tudom én, milyen majmokból származunk. Én azt mondom, hogy az első oldalon a teremtő azt mondta, hogy ő 6 nap alatt csinálta ezt az egészet. Úgyhogy számomra ez úgy van. Tőlem ide jöhetsz akármilyen csontvázzal, vagy bármilyen hot darabkával, akármilyen animációval, vagy bármennyi tankönyvvel és egyenlettel. Nekem teljesen mindegy, hogy mit mondasz. Én tudom, hogy mi történt, hiszen le van írva. Nekem nem kell gondolkodni, kitalálni egy elméletet, ez teljesen mindegy, hogy mit gondolsz arról, amit én mondok, vagy hogy ez nevetséges, vagy ez középkori, vagy ez akármi. Egyáltalán nem érdekel, hogy mit mondanak az emberek el. Mert ő leírta a könyvben, hogy ő 6 nap alatt összetette ezt az egészet. Akkor minek kellene nekem még mástól tudakozódni? Nem felhívja a figyelmet, hogy ne is tudakozódjunk más népeknek a szokásai felől? Hogy csinálják pogányok, amit akarnak? Ha ők Szaturnuszt, meg a napot akarják szolgálni, hogy csinálják? Teljesen mindegy. Leírta, hogy hogy működik a nap, hogy működik a hold, mik a csillagok, hogy teremtette az embert, az állatokat, a vizet, a földet, leírta az egészet. Két oldalon. Az egész iskola rendszer egy hazugságra épül. És remélem, hogy ezt nem egy nap, 1000 év. Ez egy komment itt. Egy nap egyenlő 1000 év. Majd megkeresem neked ezt a... Sőt, megkeresem most azt, hogy hol van. De a lényeg az, hogy... Pillanat. A lényeg az, hogy ezt akarta az ellenség. Pontosan ezt szerette volna. Ha meg tudja kérdőjelezni az alapokat, a teremtés, hogy keletkezett a Föld és az ember, onnantól kezdve minden olyan erős, amilyen erős az alapja. Ha azt meg tudja kérdőjelezni, onnantól kezdve már egyszerű lerombolni a többit, hogy minden csak egy mese. És ha ilyen szemüveggel néz az ember, akkor egyértelmű hazugság. Onnantól kezdve rájön, hogy én miért mondom azt a videóban, amit mondok. Én másfelől közelítem meg az ügyet. És nagyon remélem, hogy azok, akik ezt hallgatják, ugyanígy vannak vele. Azok ugyanígy közelítik meg. Hogy teljesen mindegy, hogy a világ mit mond nekünk, mi tudjuk, hogy mi van, mert le van írva. És így látjuk azt, hogy az egész oktatási rendszer egy hazugság. Akkor vajon mi a célja az oktatási rendszernek? Ahol az, hogy eltérítse az embereket a kezdetektől. És így milliárd, több milliárd ember lelkért felelős ez a rendszer. Hiszen hazugságot tanít nekik, amire ők azután az egész világképüket építik. És nem véletlen, hogy nevetnek rajtunk. Hiszen az a világkép ezzel nem hozható össze. Úgyhogy valaki vagy elfogadja azt, hogy úgy van leírva, ahogy történt, vagy pedig elkezd kóborolni a világban. Mint ahogy a legtöbb ember teszi. És akkor egy idő után Buddha lesz, mit tudom én, mik vannak, keresztény, és a többi, és a többi. Hogy lehet az, hogy aki keresztény, hogy mondhatja az, hogy ő hisz abban, hogy a teremtő az embert a föld porából gyúrta, utána kivette egy oldalbordáját, abból meggyúrta a nőt, akit aztán egy beszélő kígyó eltérített a helyes útról, őket kirúgták a kertből, amit két angyal őrzött lángoló karda, és ebből a két emberből
aztán kialakult az emberiség, de az, hogy a Föld lapos, az nevetséges. Szerintem az a probléma, hogy az emberek nem gondolkodnak már. És gondolom ez másnak is feltűnt. Egyébként második Péter 3.8-as fejezet az, ahol arról van szó, hogy mindjárt fel is olvasom. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap Jahuánál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Szerintem most az, hogy a teremtés az 6000 év volt-e, vagy 6 nap, azt én nyilván nem tudhatom, ezt mindenki eldönti magának, de mindegy is, mert vagy 6000 volt, vagy 6 nap, de semmiképpen sem 4,5 milliárd év. Úgyhogy szerintem itt van a lapos föld jelentősége, hogy egyből az elején el kell az embernek dönteni, hogy a világ útján indul el, és elhiszi a gömböt, amit tanítanak, és amit mindenki súlyko, vagy pedig elhiszi azt, amit a teremtőjét. És szerintem már az elején az ember válaszút elé kerül. Ha rosszul választ, onnantól kezdve elmegy egy olyan irányba, ahonnan nagyon nehéz vissza ahonnan nagyon nehéz visszatérni. Hiszen ha valaki úgy nő fel, mondjuk én is úgy nőttem fel, de meg a legtöbbünk gondolom. Ha valaki úgy nő fel, hogy a gömbön él, és ő azt képzeli, hogy ő a majom rokona, akkor abból nagyon nehéz kikerülni és azt mondani, hogy én inkább elutasítom az egész mindent. Mert szerintem ez a másik probléma. Vagy az ember azt mondja, hogy minden hazugság, vagy elkezd válogatni, és akkor úgy jár, mint a legtöbb ember. Úgyhogy, ha engem kérdez bárki, én azt mondom, hogy én teljes mértékben elutasítok mindent, ami a világtól jön és tudományos. Mindent. Az utolsó darabig. Elkezdve a űrkutatástól egészen az atomerőműig, de én biztos vagyok benne, hogy a kőolaj sem úgy működik, az elektromos energia előállítás sem úgy működik, ahogy ők mondják, de az atomerőmű sem. Sőt, szerintem az atombomba dolog is másképp van. De minden! Miért ne lenne? Miért ne hazudnának? Honnan is tudná az átlag ember, hogy működik az elektromos energia? Megtanulta az iskolában, a mérnök ül egy irodába, kapcsolgatja a gombokat. Azt, hogy összeszerel két vezetéket és aztán áram lesz, az nem azt jelenti, hogy az erőműben úgy működik, ahogy ők mondják. De ez csak az én véleményem, és nekem meggyőződésem, hogy ez így van. Minden hazugság. Mikor lesz vajon meg hivatalosan az egy világvallás? Ez egy kérdés, és törlődnek-e el a mostaniak? Természetesen. A mostaniak már egyek gyakorlatilag. Szerintem a laikus nem érti ezt, de igazából nincs különbség a keresztény, vagy a buddhista, vagy a muzulmán között. Mindegyik nagyjából ugyanazt hirdeti. Szerintem az izlám az egyedül, amely kilóg a sorból egyelőre, de annak is csak ez a radikális része. A keresztény az sajnos egy ugyanolyan pogány, mint a buddhista, szinte ugyanazt az elvet is hirdeti. És sajnos egy másik megváltó. És nem hajlandók ezt észrevenni a legtöbb. Sajnos egy másik szeretetet, sajnos egy másik szent szellemet. Az a szeretet az ellenségtől származik. Erről volt szó korábban. Mikor lesz világvallás? Én szerintem így alakul az időrend, ahogy le van írva. Hát most meg nem mondom, Máté. Pillanat. Azt hiszem, hogy Máté 20 valamennyi, ahol arról van szó, hogy a háborúk és a háborúk hírei. Egy pillanat, mert most azt keresem, hogy hol is van pontosan. Igen, 24. Szóval mindjárt elolvasom, és megpróbálom elmagyarázni az alapján, hogy
Vajon hogy is? Hogy is lesz? Ugye ez Máté 24:5-7, de ugyanez a helyzet Márk 13, vagy Lukács 21. Ez a három ugyanezt a jelenetet írja le kicsit más szemszögből. Ugye azt kérdezik, hogy mikor jön el a világ vége. Én biztos vagyok benne, hogy ez az időszak, amiben élünk, de szerintem aki lát, vagy akinek van szem, az mind ezzel egyetért. De mindegy is. A lényeg az, hogy azt felel, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Ugye az első, amire figyelmeztet, hogyha egy másik fordítást megnézzünk, akkor az, hogy vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Ugye ez Jehusa így válaszolt. Ezzel kezdi. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Tudta azt, hogy eljön az az időszak, amikor a világ nagy részét ugye félrevezeti az ellenség. Ez a Minden igaz jelenések könyve 18-as fejezet, mikor az ellenség az egész világot megtéveszti, ugye Sátán az égből kidobatik, és megtéveszti az egész világot. Ugye az első és legfontosabb az, hogy félrevezet mindenkit. Ez van most, hogy már mindenkit félrevezetett. A következő, amit mond, az pedig a háborúk és a háborúk hírei. Az egyetem, hogy mi a háborúk híreiben vagyunk, és a háborúkban. Úgyhogy innen kellene mindenkinek, hogy egyértelmű legyen az, hogy a háború az első jele az egész, hiszen káosz kell, hogy legyen, kevesebb ember kell, hogy legyen, illetve kell, hogy legyen egy büntetési periódus, amikor megtisztítja a Földet a mindenható. Az ugye nyilvánvaló, hogy ő az, aki az egész történetet ő uralja. Úgyhogy a háború az első, ami be fog következni. Tehát az úgymond világháború, amit mi világháborúnak mondunk. Én szerintem az, ami megelőzi a káoszt magát. Azzal egy időben, ugye amit Máté ír, az az, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ellen, ez a világháború gyakorlatilag. Utána írja az éhség, dög-halál, ugye az a betegség és a földindulás. Földindulás már most van mindenfelé. Ugyanúgy, hogy éhség és betegség, azonban ez világméretű kell, hogy legyen. És erre azt mondja, hogy mindez pedig csak a sok nyomorúság kezdete. Ez azt jelenti, hogy ez a káosz, ami következik majd a háborúval, az éhséggel, az azt követő betegség periódussal, azzal, hogy nem lesz gyakorlatilag semmiféle infrastruktúra, amivel ellássuk egy magunkat és egymást, és ugye az emberek megölik egymást, mert ugye nemzet nemzet ellen, ország ellen, akkor fog megérkezni az ellenség kiválasztott mint megváltó. A háború és a káosz közepén. Hiszen úgy kell, hogy meg. Nem, aki azt mondja, hogy már bármikor megjön az ellenség, hogy mint ufók, vagy mit tudom én nem értek azzal egyet. Szerintem a káoszban kell, hogy ő megjelenjen, hiszen ő kell, hogy úgy tűnjön, mintha ő a megváltó. Ő az, aki békét hoz az emberiségnek. Ő az, aki elhozza az új időszakot. És ez maga a nagy átverés. Hogy amikor mindenki arra vár, majd, hogy visszatér valóban a megváltó, hiszen akkor addigra már az egész világ tudni fogja, hogy igenis abban az időszakban élünk, hiszen akkor a káosz még nem volt. Akkor érkezik az ellenség, mint a megváltó. És szerintem egyrészt a mesterséges intelligenciához valamilyen szinten köze kell, hogy legyen, másrészt pedig a földön kívüli dologhoz mindenképpen. Úgyhogy, hogy milyen formában, ezt nem tudom, de biztos, hogy a technológiának köze kell, hogy legyen hozzá. Mikor megjelenik, akkor lesz egy kormány, egy vallás, egy hadsereg, egy rendőrség,
hiszen ő az, aki egyesíti a világot a szeretet jegyében. Annak a szeretetnek a jegyében, ami utána a teljes és tökéletes diktatúrát fogja a Földön eredményezni. Addig az ideig, amíg valóban visszatér a megváltó. Szóval a diktatúra azt fogja követelni, hogy őt, mint úgymond Istent tisztelje mindenki, hiszen egyértelműen ő az, aki rendet teremtett. Ő lesz minden vallás közepe, ő fogja egyesíteni a vallásokat, ő lesz az, akit minden vallás várt, ő lesz a, mit tudom én, a buddhák, buddhisták mit várnak, vagy a hinduk, vagy még a iszlámnak is van ez a mádi dolog, de minden vallásnak megvan az, akit várnak. Ő lesz az, aki betölti majd ezt a proféciát. A legtöbb ember szerint. Természetesen a keresztényeknek ő lesz Jézus, de a legtöbb ember ezt nem az, hogy el fogja fogadni, hanem sorba fog állni majd azokért a amit most mi a fenevad bélyegének hívunk, vagy a Mark of the Beast. Hiszen egyrészt ugye már egy olyan szenvedési időszaknak a vége lesz, amiből már elég lesz, másrészt pedig megtéveszti az emberiséget magával azzal, amit mond, a szeretettel. Ekkor következik be az, amiről Máté tovább ír, amikor azt mondja, hogy mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, ez aki olvasni akarja Máté 24.8-as, ugye azért írja, hogy ez a nyomorúság kezdete, hiszen ő a hívők szemszögéből közelíti meg. Ha ez a káosz csak a nyomorúság kezdete, akkor mi az, ami következik majd? Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, hiszen lesz egy embercsoport, aki nem fogja tudni elfogadni azt, amit az úgymond antimessiás, amit az ellenség ajánl, hiszen tudni fogja, hogy ő nem az igazi, abból, amit hirdet. Honnan tudja? Hogy nem a Torát, az instrukciókat fogja hirdetni. És ez a probléma azzal, aki nem követi most, hogy nem érti azt, hogy ez az egyetlen dolog, ami megkülönbözteti az emberiséget, és két részre osztja. Aki nem ezt hirdeti, az nem lehet a mindenhatótól. Ezért lesznek bajban a keresztények, mert nincs ami alapján kiszűrni, hogy az a karakter, aki megjelenik, az valójában a megváltó, vagy pedig csak egy átverés. Honnan tudná? Ha az majd elkezdi mondani, hogy ő szeret mindenkit, meg elfogad mindenkit, akkor az ugyanaz, mint amit most a kereszténység hirdet. Így nem fogja tudni megkülönböztetni azt a karaktert. És én ezért próbálom azt hangsúlyozni, hogy az instrukciók, a Tora követése elengedhetetlen ehhez a folyamathoz. Ez az, ami azt jelenti, hogy mi hozzá tartozunk. Mi azon az úton járunk, ahol az ő szava, aki eljött, mutatta és megmutatta nekünk. Amit ő helyesnek tart és igaznak tart, mi azon járunk. Nem amit mi vagy a világ helyesnek tart. Ez az időszak, amikor ő hozza, az ellenség hozza meg a törvényeket. Ő az, aki meghozza az ő saját törvényeit, amik nem lesznek azonosak azzal, amit a mindenható hozott. Ezért ebben nem vehet részt az a maroknyi ember, aki azt fogja mondani, hogy én már pedig nem tehetem ezt meg, mert a mindenható azt mondta, hogy én nem ehetek ezt, én nem csinálhatom ezt, én nem nézhetek ki így, én nem beszélhetek így. Én nem ünnepelhetek ilyen ünnepeket. Úgyhogy az ünnepeknek most is jelentősége van, hiszen mi mást mondana az ellenség? Hogy vegyél fel ilyen ruhát, vagy olyan ruhát, hanem azt, hogy mostantól kezdve van ennyi ünnepünk, és ezt fogjuk csinálni az ünnepeken. Úgyhogy aki követni akarja a mindenhatót, akkor el kell, hogy döntse, hogy részt vesz azon az ünnepen, vagy sem. És a többi, és a többi. Ezért írja, hogy a 9-es vers akkor nyomorúságra adnak benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. Hiszen azok az emberek, akik akkor is kitartanak mellette, azokat meg fogják ölni, hiszen ők terroristák lesznek, nem hajlandók elfogadni a világ útját. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
hiszen akkor fog kiderülni, hogy ki az, aki valóban őt keresi, és ki az, aki csak a szájával közelítge. Úgyhogy ezért fontos az, hogy az ember már most elkezdje járni az utat, már most olyan közel kerüljön a Teremtőhöz, amilyen közel csak lehet, mert mikor éhes lesz, szomjas lesz, fázni fog, mikor üldözni fogják, akkor nehéz lesz majd azt mondani, hogy én nekem nem kell az az alapjövedelem, vagy nekem nem kell az a ház, vagy lakás, vagy bármi. Hanem én inkább szenvedek tovább itt, mint hogy azt az utat válasszam. És sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. Ugye ez már most történik, de ez természetesen tovább fog folytatódni. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És ez az, amiről a mai világ szól. Mindaz, aki beszél arról, hogy ő szeret, de a gonoszságot cselekszi, ami ugye az instrukciók ellenére van, a Tora ellenére van, abban a szeretet meghidegül, hiszen az egy másfajta szeretet, mint amit a mindenható hirdet. Ez az, amire itt utal. Azok, akik azt gondolják, hogy az az érzés, ami mindenkit eltölt, mikor először kapcsolatba kerül a megváltó szellemével és a mindenhatóval, hogy onnantól kezdve ő megmenekült, annak a 13-as verset ajánlom, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Úgyhogy mindvégig az azt jelenti, hogy mindvégig az utolsó perc. Szerintem ez az időrend és a lefolyása a dolga. Úgyhogy fölösleges a káosz előtt várni szerintem az anti-messiás, az anti-krisztust úgymond, az ellenséget, mert szerintem nem fog előtte megjelenni. Pontosan az a lényeg, hogy ő úgy tűnjön, mint hogyha ő lenne a megváltó. És meghozza az ő saját rendszerét. És az lesz az új világrend. Az lesz az igazi új világrend. Mármint az az igazi új világrend, amikor valóban egy vallás lesz. És amikor valóban droid lesz mindenki, aki abban részt vesz. Mármint fizikálisan droid. Valamilyen technológiával rá kell, hogy kapcsolódjon egy rendszerre minden ember. Ez lesz az ő, úgymond, idézőjelbe tett szent szelleme. Hiszen ő nem tudja azt a szent szellemet létrehozni, amit a mindenható. Hogy mindenki, aki a mindenhatót követi, egyként gondolkodik, hiszen egy úton jár. Ezért fontos a parancsolatok megint csak. Úgy tudjuk, hogy mi egy úton jár, hogy mi egyek vagyunk, hogy azt fogadjunk el, amit ő mondott. Ezért vagyunk egyek. Az ellenség nem tudja ezt elérni az emberekkel, hiszen ő megtéveszt mindenkit más módon. 100 000 különböző módon. Spirituális, New Age, buddhista, hindu, izlám, keresztény, református, evangélikus, tudatosságmozgalom, coaching, akármi. 100 000 útja van. 100 000 útja van az ellenségnek. Ő nem tudja őket spirituálisan egy tető alá hozni, viszont fizikálisan képes lesz a technológia segítségével ezt megvalósítani. És ez lesz az ő alkotása. Ez lesz az ő teremtése. Hiszen minden, amit csinál, az a mindenhatót utánozza gyakorlatilag. Ez csak egy a sok közül. Ő a saját teremtését akarja, amiben nem szerepel fizikális ember. Ezért van a mesterséges intelligencia, a robotok, a félig ember, félig robot, a szuperhősök, stb. Ez az ő teremtés, ez az, amit ő létrehozott. Ez az ő világa lesz. Amiben mindenki, mint a robot, egyet fúj, és egyet csinál, és egyet gondol. Mert ő azt akarja, hogy azt gondolja. Úgyhogy szerintem valamilyen szinten rá kell, hogy valahogy a mesterséges intelligenciát is, és ez össze kell, hogy hozza az emberekkel, és ennek valamiféle technológia lesz az alapja. És hát az szerintem már nyilván rég megvan a technológia, hát ez egyértelmű. Ez nem tudom, hogy érthető-e, vagy egyáltalán értelmes-e, de én így képzelem el, hogy ugyanazt csinálja, ő létrehoz egy új földet magának. Ha valaki kinéz az ablakon, látja, ahogyan csinálja az új földet.
ahogy ő létrehozza az új földet, a földrengéssel, a CERN-nel, a HARP-al, a chemtrail-lel, a folyók tönkretételével, a föld tönkretételével, a növényzet tönkretételével, ezen a földön, amit ő kialakít, nem lesz élet. Nem lesz olyan élet, amit a mindenható létrehozott. Ez az ő teremtés, ez egy új föld lesz. Új élettel. Idézőjelbe tett élettel. Egy mesterséges bolygó, egy mesterséges lényekkel, vagy hogy mondjam, akiben nincs lélek, aki gyakorlatilag nem is ember. Ez az ellenség teremtése. Ezért pusztít el mindent, ami él. Ezért döglenek a halak, az állatok, ezért pusztul minden. Mert ő nem akar semmit, amit a teremtő létrehozott. Ő egy saját világot akar. És a teremtő engedi, hogy ezt megtegye, hiszen ez a büntetés az emberiségnek azért, amért az ellenség útját választotta. Hiszen a teremtő megmondta azt, hogy mi az ő útja, leírta, és mindenkinek szabad akaratot adott, hogy válasszon utat. És mivel az emberiség elfordult ettől az úttól, így ő is elfordult az emberiségtől. Miért is ne tenné, ha egyszer az emberiség azt az utat választotta, ahol nincs törvény, ahol mindenki szeret mindenkit, ahol gyerekeket örökbe lehet adni két férfinak, vagy háromnak. És úgy, hogy én nem kívánok semmi rosszat senkinek, de attól még az nem lesz normális. Úgyhogy ha az emberiség ezt választotta, akkor ő azt mondja, hogy jól van, akkor csináljátok azon az úton, ahogy ti akartok járni. Akkor menjetek azon az úton. És az az út így néz ki. És mi ennek ellenére őt hibáztatjuk, illetve a legtöbb ember. És ez is le van írva a Jelenések könyvében. Végestelen végig. Hogy minden probléma ellenére az emberek még mindig őt hibáztatják. Azért, mert tudatlanok. Mert nem tudják, hogy valójában mi történt. A Koránnal kapcsolatban és fundamentalista iszlámról mi az oka, hogy annyira szilárd a hitük? Ilyen lenne mindenki, aki a... Képzeljétek el azt, hogyha valaki elkezd járni a Tora útján, az instrukciók útján, az írás útján, az úgynevezett Biblia útján, fölneveli a gyerekét ebben a hitben, ő ugyanolyan fundamentalista lesz, mint az iszlám hívők, csak egy teljesen más karakterrel. Egy teljesen más karakterrel. Az igazi szeretet karakterében, az igazi szeretet jegyében. Azzal a szeretettel, aki úgy cselekszik, úgy gondolkodik, és úgy beszél, ahogyan a teremtő azt meghatározta. És akkor létre tudna hozni egy olyan életformát, ami a kisgyerek korától kezdve egész életén át úgy élt, ahogy a teremtő azt meghatározta. Nem úgy, ahogy a Vatikán, aki a Koránt írta, hanem ahogy a teremtő, aki megmondta az ő szavát. Úgyhogy a fundamentalizmus nem probléma. Csak attól függ, hogy milyen karaktert eredményez. Egyáltalán nem baj, ha valaki fundamentalista és az írásra és a Torára építi az egész életét. Miért lenne baj, hogyha én nem lopok, nem ölök, nem csalom meg a feleségem, vagy a másét, vagy nem részegedek le mindig, vagy nem gondolkozok erről, vagy nem. Miért probléma ez? Miért probléma, ha én a szombatnapon nem dolgozom? Miért probléma, hogyha én megtartom az ünnepeket, amiket a mindenható akar? Miért? Ez nem probléma. Miért probléma az, ha minden hetedik évben nem műveli a földet az ember? Vagy minden 50. évben elengedi a tartozást? Vagy ez nem probléma. Miért? Melyik a probléma ezek közül? Az, hogy az ember nem élheti az életét a saját törvényei alapján. Ez a probléma a legtöbb embernek. Ezért mondják azt, hogy ó, ez nem így van, ebben nem így kell hinni, én majd tudom, meg én tudom, mi a szeretet, meg én majd így. Persze. Látszik. Úgyhogy ugyanolyan fundamentalisták lennének azok is, akik az írást követik, csak nem így néznek ki a világ. Az a baj, hogy nem is tudják az emberek, hogy mik a szabályok. Képzeljen egy olyan világot el mindenki, ahol minden hetedik nap nem dolgozna senki.
Minden hetedik évben nem művelnénk Földet. Minden ötvenedikben nem művelnénk Földet, hanem elengednénk minden tartozást. Hogy nézne ki a Föld akkor? Hogyha mindenki betartaná azt, hogy úgy viselkedjen az állatokkal, ahogyan a mindenható meghatározta azt. Mert ugye erre is vannak szabályok, hogy hogyan kell az állatokkal viselkedni. Vagy az embertársainkkal. Hogy nézne ki a Föld akkor? Vajon akkor is így pusztulna, mint ahogy most? Mi a probléma azzal? Ha nem olvassa az ember, nem érti meg. És így csak azt fogja hinni, hogy ó, ez csak arról szól, hogy én nem tettem ezt meg azt. Persze, hát nyilván vannak szabályok. Ha én veszek egy kutyát, és behozom a lakásba, és széttépi az ágyneműt, míg én nem vagyok otthon, és hazajövök, akkor elsőre azt mondom, hogy hát nem tudta, vagy mit tudom. De ha egy hét múlva hazajövök, ugyanúgy néz ki megint, akkor már másképp fogok gondolkodni, vagy hozzáállni. Ha harmadjára is úgy történik, akkor kirúgom onnan, úgy, hogy nem is talál vissza, az kész. És ez három alkalom után történt. Mi ezt csináljuk itt 6000 éve? Akkor ki az, aki türelmet, meg megbocsátást tanúsít felénk? Ki az, aki példát mutat, például, hogy hogyan kell megbocsátani valakinek? Ki az, aki megmutatja, hogy hogyan kell türelmesnek lenni az emberre, ha nem a teremtő? Aki elküldi a szavát, mint a saját fiát, hogy meghalljon a mi bűneinkért, hogy megmutassa, hogyan kéne élnünk, és meghívjon mindenkit az ő királyságába, azok után, ahogy mi éltünk egész életünkre, akkor ki az, aki példát mutat? Akkor ki a gonosz, ki a az, aki magának akar mindent, aki akkor ki az? Remélem, hogy látszik az, hogy hogyan forgatja ki az ellenség mindenkinek a szavát, beleértve a teremtőjét. Ez az, amit az ellenség csinál. Kiforgatja az emberek szavát. Hazudik egy kicsit itt, egy kicsit ott. Izlám az egyszerűen csak ezért fundamentalista. Ők abban hisznek. És én szerintem ez tiszteletre méltó annak ellenére, hogy sajnos rossz úton jár. Ettől függetlenül ugyanúgy lesz olyan ember, aki arab a királyságban, mint ahogy lesz eszkimó. Hiszen azok közül is lesz rengeteg, aki meg már volt is, aki rájött erre, elhagyta, mint ahogy mindenkinek kellene. A hitük csak egész egyszerűen azért olyan szilárd, mert ebben nőnek fel. Kisgyerekkoruktól kezdve. Csak sajnos pontosan ez okozza a vesztüket is, hiszen így nehéz kijönni belőle. Még van egy kérdés, Nikola Tesla. Én nem vagyok benne biztos, hogy Tesla én abban sem vagyok biztos, hogy ő nem egy ilyen Edward Snowden karakter, hogy őszinte legyek. Most nem akarok... Nem azért nevetek, hogy nem nevetségesé akarom tenni, hanem egyszerűen a hazugság nem egy rétegű, és szerintem én szerintem a Tesla dolog az egy olyan, mint Assange, vagy mint az Anonymous, vagy Snowden. Egy ilyen karakter, akit létrehoztak azért, hogy irányítsák azt a vonalat, hogy most eladják úgy, hogy minthogyha ha ő nem is tudom, ez egy az egész egy pszichológiai manipuláció, az egész élet, az egész világ. És egyébként mindegy is, hogy Tesla mit csinált, hiszen nem tudjuk. Az egyetlen dolog, amit tudunk, az az, amit írtak róla azok, akik nekünk az információt átadták az iskolákban, vagy a könyvekben. Úgyhogy én erre mondtam, hogy én azt hiszem el, ami le van írva 66 könyvben, meg még egy-két másikban talán, de azon kívül megnézem szórakozásképp, de hogy én arra bármiféle
bármit is építsek, az nem. Úgyhogy Tesla jónak tűnik, de nem vagyok benne biztos, hogy ő egy valós, hogy egyáltalán egy valós karakter volt. Igen. Hát itt elfogytak a kérdések a kommentekbe, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan, mi is van még itt, amit én felírtam, és aztán lassan befejezem, aztán nem tudom, hát majd biztos megírjátok meg valahogy, elmondjátok, hogy volt értelme, hogy mit lehetne változtatni, mert biztos lehetne. De én annak is örülök, hogy ennyien nézik, úgyhogy engem abszolút nem érdekel, hogy hányan nézik. Persze minél többen, annál jobb, de én sose gondoltam azt, hogy ebből majd egy ilyen Black Lives Matter mozgalom lesz, ahol több százezer fognak vonulni az utcán. Én tudom, nem is azért nevettem, hogy rajtad, csak egyszerűen egyáltalán nem erről volt szó, hanem így magán a szituáción. Szóval nem biztos, hogy minden, sőt, szerintem biztos, hogy semmi nem úgy van, ahogy azt mondják. Igazából nem lehet bízni semmiben. Valahogy minden. Ó, chemtrail, minden valamilyen szinten manipulálja az embert. A chemtrail egy nagyszerű példája. Nagyon nagyszerű, szerintem. Szerintem milliók, hanem 10 milliók leragadtak a chemtrail dolognál. Úgyhogy, hogy az ellen harcolni. És pontosan ez a chemtrail egy iskola példája annak, ahogyan az ellenség működik. Képzeljen el mindenki egy rendszert, ami relatíve olcsó, főleg úgy, hogy a pénzt csak beütik egy számítógépbe, tehát nekik ez nem probléma. Egy rendszert, ami mérgezi az embert, mert ugye permeteznek akármit, meg szerintem permeteznek is. Úgy értve, hogy miért ne? Hát ki az, aki megállítja? Teljesen mindegy, hogy kivizsgál be mit, úgy se fognak csinálni semmit. Biztos vagyok benne, hogy a betegségek ugyanúgy, mint ahogy a nehézfémek, mint ahogy akármi, amit bele akarnak tenni, benne van a chemtrailben. Ugye ez az egyik. A másik az, hogy a fém részét, ami benne van a chemtrailben, magába azt lehet manipulálni, utána később elektronikusan a hárpa, meg mindennel lehet az időjárás manipulálni. Ugyanúgy, ahogy lehet különböző jelenségeket kreálni, mint egy tornádó, vagy bármiféle, mint egy hologram. Most nem azt mondom, hogy egy konkrét hologram, bár szerintem biztos, hogy azt is tudják csinálni. Meg csinálják is, ha nézitek a videókat, mindenhol UFO-kat látnak az emberek, ha kell, hanem. Úgyhogy azt is lehet. A következő az, hogy eltakarja a napot, a csillagokat, tehát így nehezebb követni azt, hogy vannak a mindenhatónak az eseményei, melyik időben járunk. Úgyhogy plusz leszáll a földre, mint az a szemét, beborítja a fákat Kaliforniába, az erdőtűz, ugye, ezért nagyon jó, azt hiszem geoengineering.org, geoengineering.org, ők rengeteget foglalkoznak ezzel a témával, és mindjárt beírom ide, azt hiszem így van, hogy geoengineering.org, de nem esküdnék meg rá. Ugye megnézem. Szóval ők rengeteget foglalkoznak ezzel a témával, és fölösleges. Mert nem tudsz semmit csinálni. És nincs is jelentősége, hiszen nem tudok kimenni a levegőből. Vagy mi az, amit az ember tud? Azon kívül, hogy úgy eszik, vagy úgy él, vagy sportol, vagy esetleg méregtelenít időnként. Semmit nem tud csinálni. Viszont rengetegen harcolnak. Ért, ez ellen tulajdonképpen. Úgyhogy ezzel erőt, energiát vesztegetnek arra a dologra, amit nem tudnak megváltoztatni.
és leragadnak a kutatásban a chemtrailnél, miközben a chemtrail után még számtalan más dolog következik, és csak a legvégén található majd a teremtő. Szóval ha valaki kutat, és eljut a chemtrailig, és elkezdi kutatni, akkor leválasztotta az ellenség arról az útról, amire a teremtő ráirányította. Ugyanez a probléma a Harpal, a CERN-nel, ugyanez a probléma a Black Lives Matter-rel, a feminizmussal, ugyanez a probléma az összes többivel. Az ember leragad egy-egy ilyen témánál, próbál harcolni, és onnantól kezdve elveszett a káoszba. Úgyhogy szerintem ezért tudunk mindent. Szerintem ezért, mikor azt mondtam, hogy akarják, hogy tudjuk, ezért akarják. Az ellenség akarja. Ő az, meg persze a mindenható. Teszteli azt, hogy ki az, aki tovább kutat, ki az, aki nem ragad le az LGBT dolognál, hogy ő elkezd harcolni az erkölcstelenségért, vagy az abortuszért, vagy ezért, vagy azért, vagy Trump ellen. Úgyhogy ezért akarták, hogy tudjuk, hogy leragadjanak emberek itt, ott, amott, ezen az ágon, azon az ágon. És egymás ellen pusztítsák utána őket. Ó, a chemtrail nem igazi, de az igazi. De nem, mert ez van benne, nem az van benne, akkor ez nem a fehérek, a feketék, a kékek, a melegek, a transzneműek, a mit tudom én mik. Mindenki valamelyik csoportban benne van. És így nem az van, amit a teremtő mondott, hogy egyek legyünk, hogy legyetek egyek, hogy egy gondolkodásúak, hanem az, hogy mindenki más csoportban van. Úgyhogy persze, hát nyilván a chemtrail az egy rettenetes dolog, de teljesen mindegy. Amíg a teremtő útján jársz, ő úgyis elvezet addig, ameddig el kell jutnod. Az, hogy lepermeteznek minden nap, az legfeljebb kellemetlen. De igazából változtatni nem lehet rajta. Remélem, hogy ez érthető. A pilóták, ez egy másik kérdés, mi van a pilótákkal, akik szórják, tudnak valamit. Igazából mindegy, de ugyanúgy, ahogy amikor a piramisról volt szó, szerintem nem. És hát biztos tudják, hogy nem, hogy valamit csinálnak. De hát ugyanúgy, ahogy az ENSZ megmondta, hogy ezt ugye azért csinálják, hogy fehér legyen az ég, és visszaverje a napsugarakat, ugyanúgy megmondják nekik is. Hogy azért van, hogy az ország védelme hatékonyabb legyen a rakéták ellen, ugyanúgy. Ugyanaz a helyzet ezzel is. Így vagy úgy megmagyarázzák. A legtöbb embernek megmagyaráztak mindent. A legtöbb ember harcol ezért a rendszerért, ez a durva. Kézzel, lábbal. Harcol érte. A földért, a gömbért, meg mindenért. Úgyhogy szerintem nem tud, a legtöbb nem tud róla, de ezek olyan dolgok, amiket igazán nem fogunk tudni megváltoztatni amúgy se. Most olvasok még egy kommentet, amiben azt írja, hogy a tesztben az alumínium túl magas volt. Igen, hát ezt mondom, hogy ez van. Hát én azt mondom, hogy fölösleges ezzel energiát vesztegetni, hogyha nem. Már úgy értve, hogy ha valakinek a teremtő útja mellett még van ideje arra, hogy a chemtrail-el harcoljon, akkor halleluja. De ezt úgy sem lehet megállítani. Tehát az biztos, hogy chemtrail addig lesz, ameddig ők akarják. Ugyanúgy, ahogy minden más addig lesz, ameddig ők akarják. És itt be is fejezném, mert már nem akarok senki más se itt tartani, meg így első nekifutásra lehet, hogy ennyi elég volt belőlem mindenkinek. De én nagyon örülök annak a 10 embernek, vagy nem tudom mennyinek, aki itt volt, ameddig tudta, meg hallgatta, meg részt vett, meg a kommenteknek főleg, hogy egyáltalán tényleg valaki foglalkozik ennyire is ezzel az egésszel. Az nagyszerű lenne mondjuk, ha
akik követik az eseményeket akár a, különösen a Facebookon, hogyha és járják az utat, úgy, hogy követik a mindenható útját, a parancsolatokat, és úgy élnek, hogy valamilyen formában fölvennék a kapcsolatot, vagy velem, vagy egymással. Most azt nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megvalósítani, hogy ha van ötlet arra, mert szerintem érdemes lenne egy olyan dolgot létrehozni, ahol, és én próbálkoztam már ezzel, vannak más csoportok, amiket létrehoztam. Mindjárt ide majd beteszem a linkét a kommentbe. És hogyha legalább virtuálisan tudnánk kapcsolatot teremteni, aztán meg persze valamikor szerintem érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy esetleg személyesen azokkal, akik valóban komolyan ezen rajta vannak. Akár csak a mindenható ünnepeivel kapcsolatban, vagy még ha mondjuk egy szombatnap rendszeresen nem is lehet a távolságok miatt, de szerintem érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy akár virtuális formában, bárhogy, teljesen mindegy. Még most megkeresem villámgyorsan a csoportot, ahova az írással kapcsolatos dolgokat szoktam erőltetni, és ha minden jól megy, ez a linkje. Akit érdekel, írjon, aztán, vagy akit érdekel, bármi írjon tulajdonképpen, de én erre gondoltam, hogy lehet, hogy érdemes lenne megpróbálni személyesen, vagy legalább virtuálisan kommunikálni, és akkor arra lenne esély, ha nem is mondjuk én mindenkivel, hanem egymás közt az emberek megtudnák, hogy ki hol lakik esetleg, mert az nagy segítség, hogyha személyesen tudnátok találkozni, vagy kommunikálni, vagy mert egyrészt sokat lehet tanulni a másiktól, másrészt pedig szerintem mindenkinek szüksége van támogatásra, hiszen a helyzet nem egyszerű. Én biztos vagyok benne, hogy családom belül sem ért mindenki egyet, de az meg 1000%, hogy a baráti kör az nem fogja ezt támogatni. Úgyhogy arra meg szükségem, hogy valaki legalább megértse az embert. Erre gondoltam most, hogyha esetleg valakit érdekel, írjon ezzel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, tényleg. Ja igen, az ünnepek. Már most az ünnepre nem megyek bele, mert az egy hosszú történet. Aki esetleg képbe van naptárügyileg, vagy van bármiféle információja, vagy ötlete arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az év elejét meghatározni, az is írjon mindenképp. Mert az jó lenne, mert az ugye most jön majd a tavaszi napi egyenlőségkor, úgyhogy ez egy olyan dolog, amit ha valaki ért, akkor azt meg lehetne tartani. Ilyen dolgok. Én arra biztatok mindenkit, hogy írjon, mert rengetegen írnak, és nagyszerű. Aztán előbb-utóbb úgy is kialakul. Még van idő, úgyhogy azon fölösleges izgulni, hogy nincs. Még van idő. És ezzel el is búcsúznék mindenkitől. Én köszönöm, hogy egyáltalán részt vettetek, tényleg nagyon. Örülök ennek, meg hogy ilyen vagy olyan formában támogatjátok mindenki, aki tényleg a like, aki megosztja, az, aki kommentel, aki ír, ez mind nagyon nagyszerű. Nagyon. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!